Már messziről igéző és ódon hangulatot idéz a Lubi kastély Nagyarban. Pedig az ódonhoz képes nem idős az épület, mindössze 150 éves. Azt is mondhatnánk, hogy igazi szerelemgyerek. 1879-ben építette a Rózsa király, Lubi Géza, tisztelegve szerelme, felesége, Okolicsányi Margit előtt. Nem csak az épület, hanem az azt körülvevő rózsakert is párját ritkítja. Talán az egész országban egyedülálló ez a park. Különleges rózsák ezrei varázsolják el a látogatót. Nem csoda, hogy a ház ura és felesége is minden nap bebarangolta az élő labirintust. Kertben a rózsafajtákat kis táblákon mutatják be az érdeklődőknek. Szinte a világ minden tájáról érkeztek ide rózsák, a fajták nevei pedig megelevenítik a magyar és a nemzetközi kultúrtörténet híres alakjait, emlékeit. Kert közepén szökőkút gondoskodik a levegő páratartalmáról és padok a pihentető időtöltésről. Itt született a 20. század ismert néprajzkutatója, Lubi Géza lánya, Lubi Margit, aki életét a szatmári népélet bemutatásának szentelte, és akinek nevét emléktábla őrzi a kastély falán. Lubi család őse vélhetően a Jászkun Hauk Polku volt, akinek a neve az 1230-es évek irataiban tűnik fel. Az 1500-as években már megjelenik a benedekfalvi Lubi család, amelynek első tagja Lubi Mihály volt. A szatmári Lubi család története 1772-ben kezdődik, amikor Lubi Károly Hontból Szatmárba, Nagy Károlyba kerül, ahol alispán, majd országgyűlési képviselő lesz. A Lubi család mindig jelentős szerepet játszott a térség közéletében. Szoros kapcsolatot ápoltak a reformkor nagyjaival. Kölcsey Ferenccel, Hermann Ottóval és Petőfi Sándorral. ...1807-ben vásárolnak udvarházat Nagyarban. Itt születik meg Lubi Zsigmond, aki 1846-ban megismerkedik Petőfi Sándorral. A forradalom költője Kölcsey sírját jött felkeresni Szatmárcsökére. A környéken ismerkedik meg későbbi feleségével, Szendrei Júliával. Így nem egyszer vendégeskedik itt.
Zsigmond később Fülpesdarócra költözik, ott születik meg Lubi Géza, országgyűlési képviselő, a kastély megépítője. Az 1900-as évek elején anyagi nehézségei miatt Lubi Géza a Vai családnak adja el a Nagyari kastélyt. Később az élet igazságot szolgáltat nekik, mert 1936-ban fia, ifjabb Lubi Géza és neje Kölcsei Borbála visszavásárolhatja a Nagyari kastélyt. A II. Világháború után 1948-ban államosítják az épületet, általános iskola lesz belőle, majd az 1970-es évektől üresen áll. Ekkor állaga nagyon leromlik, olyannyira, hogy 1975-ben már életveszélyes állapotban van. 2010-ben vásárolja meg mai tulajdonosa Szabó Zoltán, aki 2013-ra felújítja, azóta régi pompájában várja látogatóit. Az épületben oktató és konferenciatermeket is kialakítottak. A kastély második emeletén különleges, dualizmuskori szobabelsőt rendeztek be. Az asztal, a három szék és a kanapé azt a kort idézi, amikor a kastély megépült. A falat Szűz Máriáról és a Kis Jézusról készült festmény díszíti. A ház híres szülötte Lubi Géza lánya, Lubi Margit, a 20. század egyik legjelentősebb néprajzkutatója. A két háború között számtalan kutatása látott napvilágot. Írt tanulmányt a Szatmári Szilváról, a Szamosház paraszti világáról. Az 1942-ben megjelent Fogyó legelőkön című munkájában úgy fogalmaz, szeretném, ha az olvasó minden hivatkozás nélkül ráismerne néha a mai pásztor nemzedék egy-egy megnyilatkozásában a keleten nőtt büszke magyar utódaira. Rongyain keresztül is meglátná a harcos, bátor ősök önérzetes unokáit. Lubi Margit 1976. július 18-án hunyt el Budapesten, hamvait a család nagyari sírboltjában helyezték el. A nagyari Lubi kastély és az azt körül ölelő Rózsás park különleges élménnyel ajándékozza meg látogatóit. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.